Söményi Viktor a buszbalesetben agyrázkódást szenvedett. A mai napot még kórházban töltötte, de a törzszászlós abban bízik, hogy hamarosan hazamehet. A rendőr szerint kisebb fajta pánik tört ki a buszon akkor, amikor a jármű beleborult az árokba. A törzszászlós azt mondja, egy pillanatra minden elsötétült számára, csak a segélykérő sikoltásokat hallotta. Miután magához tért, akkor látta, hogy nagyon sok vérző ember van körülötte. A gárdonyi rendőrség egyenruhása értesítette a mentőket és a tűzoltókat, majd utastársaival együtt megpróbált kijutni az összetört járműből, és bár neki is fájdalmai voltak, gondolkodás nélkül segített a sérültek ellátásában is. Volt egy hölgy, aki nagyon-nagyon vérzett a fejénél, nagyon intenzív vérzés volt. Mellette volt egy hölgy, aki próbálta őt ápolgatni. Nyugtatgattam, hogy ez csak a fejen lévő seb miatt vérzik intenzíven, lehet, hogy annyira nem súlyos a sérülése, és ő mondta, hogy valószínűleg el van neki törve a karja. És ezt követően letépkedtem a buszba a függönyöket, amik ott voltak találhatók, és azzal próbáltuk elállítani a vérzését. A buszon utazó másik rendőr a jármű elején ült, ő volt az, aki a baleset előtt azt kiáltotta, hogy mindenki kapaszkodjon. Az egyenruhásnak nem esett baja. Ez a rendőr kimászott az ablakon, majd a hátsó szélvédő betörése után a többi utasnak is segített a kiutásban. Látta, hogy be fog következni a baleset, és ő hátra is ordított az utasoknak, hogy mindenki kapaszkodjon. Majd ezt követően a buszsofőr melletti oldalsó ablakon kimászva ment hátra a sofőrrel együtt, hogy a hátsó szélvédőt betörjék, hogy azon keresztül tudják az utasokat kimenekíteni a járműből. Hogy a busz gyorsan hajtott-e, arra az ott utazó rendőrök nem tudtak választ adni. A baleset körülményeit még vizsgálja a hatóság. Az azonban már biztos, hogy a sofőr nem volt ittas. A buszvezető vallomásában műszaki hibára nem hivatkozott.